Nagy reménységgel és nagy bizakodással kezdte meg a 27. tanévét a karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda. Nagyon vártunk vissza minden gyermeket. Elsőseink létszáma 50 fő, tehát két első osztályt tudtunk indítani. Nagyon vártuk a kicsiket, jöttek a szülők, nagyon szép volt a református nagytemplomban a tanévnyitó ünnepségünk szerda este, és sütörtökön reggel pedig jelenléti oktatás formájában elindultunk, ahogy említettem, reménységgel. Elteltek az első napok, és már is egy program kezdődik az iskolában, hiszen hulladékgyűjtés lesz, ami minden iskola életében egy fontos dolog, hiszen otthonról el lehet hozni, ami felhalmozódott. A verseny pedig ösztönzi a gyerekeket arra, hogy sok hulladékot gyűjtsenek össze. Iskolánkban hagyomány, hogy a diák önkormányzat vezetősége minden tanévben két alkalommal, ősszel és tavasszal hirdeti meg a hulladékgyűjtési versenyt. Erre a osztályközösségek, pedagógusok nagyon szoktak készülni, és hát természetesen a szülők is. Várjuk is az ő segítségüket, minden alkalommal ezt kellőképpen meg is szoktuk kapni. Most kezdődik ezen a héten, szerdán, csütörtökön, pénteken, de mindig úgy tervezzük, hogyha az időjárás közbeszól, és eső lesz a napsütés helyett, akkor átteszük a következő hétre. Tehát a három napból nem engedünk, és a három napot azt általában délutánt 14-től 17 óráig hulladék gyűjtéssel töltik a gyerekek, illetve hát a segítő pedagógusok is az iskola udvarán. Aki az osztálya részére szeretne leadni hulladékot, az megteheti a Gyarmati úton lévő átvevőnél is. Nagyon sok szülő így gondolkodik, tehát nem pakolja kétszer, hanem egyenesen megy ki az átvevő helyre. Az én emlékezetemben még mély vállalat, ugye hát ma már nem az a neve, kiviszik, ott külön jegyzetelik, hogy melyik szülő, melyik osztály részére hozta ki a hulladékot, legyen az bármi, mert ugye említettem az elején, hogy ez egy verseny. És hát azért itt a verseny, akkor eredmény is kell, hogy szülessen, fog is, lesz majd eredményhirdetés, illetve pénz fogja ütni, úgymond, az osztályközösségeknek a markát.